Megérkezett az új update ide a Call of Duty Modern Warfare-be. Látszik is a két újdonság, a Cranked játékmód tért vissza, ez már a Call of Duty Ghost-ba is benne volt. Hogyha szerzünk egy killt, akkor utána elindul egy visszaszámlálás, és hogyha azon a visszaszámláláson belül nem szerzünk még egyet, akkor nekünk annyi. Szóval ez eléggé felgyorsítja majd a játékmenetet, illetve itt van a Season 1 Moshpit, ebbe a kettő új pálya van benne, a Shipment és a Vacant. Mielőtt még kipróbálnánk a Cranked játékmódot, itt van a Bold by Free Bundle. Hát nem a Nicktoe-t adják ingyen, sajnos. Ezt szívesen láttam volna a 100. tírnél, hogy megszerezzük, hanem ez a Just For You, ez a Free Bundle Pack, egy calling card, meg egy tier skip. Na, jó, ez is valami. Úgy tűnik, itt most csapatban vagyunk, és nem egyedül. Ez furcsa, mert úgy emlékeztem, hogy a Cranked az olyan, hogy mindenki mindenki ellen. Mert így, ha szerzünk egy assistot például, akkor az nem számít. És hogyha egy csapattárs elveszi a killt, akkor mi is belehalhatunk, mert nincs kill, akkor... akkor nincs túlélés. Na, miért lövöldöznek itt ilyen közel? Ott vannak valahol, de már megkerülnek, az a baj, hogy visszahúzódok, hogy még úgyse szorít az ideig. Majd ha ők lelőnek valakit, akkor ez már nagyobb gondot jelent. Ott vannak biztosan bent, aha. Ott van. De én lelövöm, akkor nekem kell majd szaladni. Így akkor ez nem sokban változott egy Team Deathmatch-től, de hát attól még ez is egy jófajta játékmód lehet. Mondjuk az a Reinforced az komolyabb volt ettől. Itt van egy ellenfél. Megint asszisztem. Majd ledobok ide egy ilyen amuníciósat. Már közel itt valaki? Ah, igen, meg akart kerülni. Googolgat. Megint azt hisz. Hát mindenki elveszi a killemet. Akkor nyomoljunk elő. Aztán mögött. Így szokott ez lenni, nincs is ezzel nagy gond. Legalább újra vehetik az ammuníciós buszból, amíg ez itt van. Lássuk, így jelentve van-e valaki. De szerintem ebben a játékmódban nem nagyon akarnak majd itt lent lenni. Hát, most már ha én itt vagyok, akkor 25 másodpercem van még. 30-tól kezdődik a visszaszámlálás. Olyankor mindenki meglódul, és gyorsan kell szaladni a következő ellenfélért. Mondjuk a killstreakek is tudnak szerezni killeket, szóval az is segíthet. A double kill az nem viszi 30-tól tovább. A tripla kill hát újra felviszi 30 másodperc, de tovább nem. Szóval, ja. Innen most nem tudok, akkor erre kár. Na, jó, hogy ide jött. Jött a UAV, úgy látom itt lesz valaki. Vagy ez a... Na most mi leüt? Persze, hogy fentről a Vito. Jó lett volna, hogyha nem szerzik meg azt a killstreaket, mert így most... Hát én hiába voltam elég jó pozícióba. Az a baj, hogy fentről leszedett, pedig már úton voltam én is a killstreakekhez. Van ez így. Jó, hogy gránátot dobott. Menjünk, nézzünk le ide lent. Wow, és tényleg itt volt valaki. Az előbb itt sunyogva jött. De most ez nem így történt. Na, itt oldalt. Ja. Elugrándozott, pedig jó, az MP7, az egész jó fegyver. Mostanában kezdtem el használni. A bent, ja, ott szoktak lenni. Az a baj, hogy ott nagyon jó az a pozíció. Éppen csak a feje látszik ki az ellenfélnek. Úgyhogy oda tényleg pontosnak kell lenni. Hát törekszem rá, de azért nem mindig működik. Ahogy itt akar elszaladni. Sikerült is neki, de azért csak összejött. A gránátot dobta. Ott van még. Lelett a csapat. Mi? De ez megkerült mellé? Ott megkerült mind a kettőjüket, figyelj. Ha tudtam volna, akkor jobban odafigyelek, de hát ez ilyen. Lássuk, itt szoktak jönni. Most ott nincs. Dehogy nincs. Milyen jókor kinézett, pont akkor dobta. Ott van még mindig. Na már csak dobunk neki egy C4-et. És tényleg. És ez is számít. Hó, felvettünk egy másik fegyvert. Hát a C4-et kezdtem el használni, az egész jó, mert ha valahol ott egy ellenfél, akkor simán oda tudom dobni, és akkor az egész vicces tud lenni. Főleg, ha összegyűlnek többen az ellenfelek, akkor ellenőtt ki tudom használni a C4-et. Még ott jönnek, még lent vannak, vagy itt középen, nem itt a csapattárs. Pont ide dobta a molotovot. Akkor itt kell valamire kinézni, nem még 20 másodpercem van. Ott googolt. Nem, ott jött föl. Oda bemegy. Fú, bement az épületbe. Nincs túl sok idén. Hopp! Hát ezek a guggolós karakterek, ezek
Nem tudom most milyen csapat van ellenünk, de Google-on szeretnek játszani. Nem mindenki azért, de elég sokan csak úgy Google-nak. Meg itt szoktak bent lenni. Figyelj. Aha, azt szeretik használni, hogy ott kinézni. De ez tényleg jó pozíció, én nem használom, megyek tovább. Habár itt lelőttek valakit, remélem bejön. Nem akar jönni. Akkor itt lesz oldal. Nem. Pedig... Hú, valahonnan pedig le... Nem tudom. Mert visszaszaladt erre. Mindjárt kinézünk, de az a baj, letelik az ide 5 másodperc. 3, 2, hát hol van valaki? Közben legy... Na jó, itt a vége. Na szóval ilyen ez a crank játékmód. Egész izgalmas és arra készteti a játékosokat, hogy ne kempeljenek.